Gyere, 20 másodperc. Elkészül, és mehet. Újra együtt a nagy csapat a Kertvárosi Általános Iskola tornacsarnokában. A nyári szünet után megkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Sportcentrum ülőrök labda csapata. Az együttesben a régi arcok köszönthették egymást, két új szerzeményt azért bemutathattak a játékosoknak. Ők mindketten nem régiben még a Nyíregyházi felnőtt röplabda csapatot erősítették, azonban felhagyva az aktív álló röplabdával, egy kis szünet után most az ülő röplabdában próbálják ki magukat. Berényi Eszter és Sitku Tamara. Ugye Berényi Eszter már második szezont hagyta ki, tehát gyakorlatilag ő két éve fejezte be. Szerintem mostanra ért meg az a dolog benne, hogy hiányzik a mozgás. A Sitku Tamé pedig tavaly még játszott ugye a felnőtt csapatba, de ő is a tanulmánya is edzősködik, és mellette hál' Istennek el tudja vállalni, mert ugye nálunk heti két alkalommal vannak az edzések, és hétvégén, mert mindenki dolgozik mellette, vannak a mérkőzések. A nyíregyi ülőröpisek a következő szezonban is egy régóta tartó tradíciót kívánnak folytatni, így mind a bajnokságban, mind pedig a Magyar Kupában szeretnék megvédeni a tavaly is kivívott első helyüket. Ebben persze a többi csapat próbálja megnehezíteni a dolgukat, de az együttes bízik magában. Nekünk ez a teher ez már nem új, ugye évek óta ez a műsor, és igazából vannak olyan csapatok, akik ehhez még inkább hozzátesznek, mert van egy-két új játékosok, próbálnak új röplabdás módon rendelkező embert bevonni. Ők inkább azt mondom, hogy nagyobb elánnal esnek nekünk, de aztán szerencsére mindig tudjuk kezelni a dolgokat. A bajnokság és a Magyar Kupa menete még nem dőlt el, viszont a nyíregyházi együttes nem ölbetett kézzel várja majd, hiszen az edzések mellett egy szeptemberi szerbiai kupával is hangolódik a címvédésre.